A feljelentést a tegnapi napon tettem meg, és természetesen ismerten tettesen ellen, de hát ez egy teljesen normális dolog ebben a vonatkozásban, és összefoglaltam azt, ami lényegében a levélben található. Hivatali vesztegetés miatt tett feljelentést Budai Gyula a hitpénzbotrányban. Ugyanis eljutott hozzá egy levél, amiből az derült ki, hogy Wigmore ide a mögöttem látható Mamut áruházba járt egy biztonsági céghez elszámolni, a hitpénzekből pedig jelentős összegek áramolhattak a fővároshoz. Tehát a Lánchíd felújítását végző Ahit ZRT közel másfél milliárd forintot utalt Wigmore cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből tovább utalhatta 900 millió forintot Wig magán, illetve ügyvédi letéti számlájára. Illetve egy másik ügyvéd, Hegedűs Dániel is hatalmas készpénzösszegeket vehetett fel. A Budai Gyulához eljuttatott levél alapján pedig úgy tűnik, hogy a készpénzben felvett összegekből a fővároshoz is juthatott. Wigmore, aki ugye a Lánchíd botrány egyik kulcsszereplője, egy volt ügyvédről beszélünk, a Mamut áruházban járt elszámolni egy biztonsági céghez, egy olyan biztonsági céghez a levél írja szerint, aki egyébként kapcsolatban áll az Ahit ZRT-vel, és a biztonsági cég vezetőjének adott át készpénzt több alkalommal. És ugye a levélben az is szerepel, hogy ezek a pénzek jelentős részben a fővároshoz kerültek. Hát a főváros itt ebben a vonatkozásban egyértelmű, hogy a fővárosi önkormányzatokról, a Karácsony Gergely által vezetett önkormányzatról van szó. Van hitvész botrány? Nincs. Továbbra is azt mondja, hogy hova lett ez a pénz? Az egész Lánchíd beruházást pedig felül kéne vizsgálni egy vizsgálóbizottsággal. Az egykori ellenzéki összefogás pártjai közül csupán az LMP fogalmazott meg kritikát a Lánchíd botránnyal összefüggésben, illetve a Jobbik már a botrány kirobbanása óta egy vizsgálóbizottság felállítását sürgeti. Amennyiben fölmerül a gyanú, akkor azt mindig meg kell vizsgálni. Tehát nem lehet azért félretolni vizsgálatokat, mert valaki jobboldali vagy baloldali, és én azt hiszem, hogy mindenki, akinek tiszta lelkiismerete, nyugodt szívvel áll a vizsgálat elé, mert a vizsgálat, amennyiben nyugodt szívvel áll valaki elé, azt fogja bemutatni, ami a valóság. Karácsony Gergelynek ugyanolyan magatartást kellene tanúsítania, amit más pártok korrupció gyanús ügyleteivel kapcsolatban tanúsít. Tehát ugyanazzal a hatalmas lendülettel, mindent lebíró akarattal és korrupcióellenes hévvel kellene magát latba vetnie, magát, saját magát és a befolyását. Az egyenlő mérce, az egységes mérce jegyében. Most is, nem csak akkor, amikor más pártokat vagy más tranzakciókat, ügyleteket, beruházásokat kell elkézni. Természetesen a Mi Hazánk mozgalom nem ezért szeretné a készpénzhasználat alkotmányos védelmét elérni. Karácsony Gergelyék hibázhattak ön szerint? Hát emberek vagyunk, mindenki hibázhat, hogyha valaki hibázik, akkor nyilván levonja ő is a konzekvenciát, de legfőképp a választók fogják levonni. Nekem egy a fontos, hogy a fővárosba semmilyen szín alatt ne jöhessen vissza se a Fidesz, se a csatolt szervei. Ön mit gondol a Lánchíd botrányról? Nem tudom, hogy milyen botrányról, mert a Lánchíd csodálatosan fel van újítva, viszont... Nem hallott erről, hogy eltűnt másfél milliárd forint? Élőben. Lánchídról mit gondolnak? Szívesen nyilatkozom a Lánchídról is. Érdemes egyébként önöktől még kérdezni valamit, hogy már teljesen jelentéktelenek.